üdvözlöm a kedves nézőket, visszatértünk egy második felvonásra, itt akadémiai boncolgatás közben, már pakolásuk, mutatjuk az állványokat, szépen áradódnak be a termékek óvára. Ennyi. F14 Akadémia új, vagyis új versus régi. 1:144-es, eddig csak azt hittem, hogy egy Johnny Rogers-es matrica a különbség, de most, hogy jobban személyre vettünk, hogy kibontottuk, megtaláltuk a régit is, és kibontottuk, és meglepődtünk, hogy igen, mert ez a készlet a réginek a duplája. Mondom, ugyanazért a makettél, csak azért, mert van benne egy új matrica, nehogy már a dupláját elkérjék, de megnéztük, és a makett is. Idézőjelben új. Igen. Itt már három normál öntőkeretet kapunk, igen, illetve egy átlátszót. Még ebben csak két öntőkeretet. Igen. Nézzük mondjuk a maga a hostanhez hasonló, viszont sokkal részletesebb. Igen, és akkor ki vannak dolgozva. Ki vannak dolgozva, kicsit javított rajta. Igen. Fegyverzetbe is eltérés van. Igen. Tehát ebben például már megtalálhatóak a Phoenix rakéták. Még ebben csak Sparrow rakétát látunk. Uh-huh. És a teteje, nézzük. A teteje is sokkal szebb, több kanálvonal van kidolgozva, szebben meg van csinálva, szájnész. Úgyhogy mindenképpen részletesebb készletet kapunk. Szóval ilyen finomabbak a panelok, ezen még azért egy vastagabb panelvájat van. Igen, más állású fúvókák vannak benne. Nézzük az üvegrész is más. Az üvegrész, hát egy... Igen, öntve az egész. Ahogy ott is. Tehát ha el is tér, akkor minimális. Tehát hasonló a bontása az üvegnek. Nem, az is más. Más? Más. Más. Más a gyorsoltokat. Más. Igen. Akkor azt is beújítottak. Más. Itt van elől is egy ilyen kis törésben, meg gondolom, hogy jobban belefekszik ott. Igen, meg egy sokkal finomabb a panel. Aha. Igen. Sokkal arányosabb maga a kabintető is. Szóval úgy érezzük, hogy igen, jogosan kéri el a dupláját, nem csak a matrica miatt. Matrica is sokkal nagyobb, a matrica élünk, tehát hogy nézzük meg, háromszor akkora, mint a másiknál, de legalábbis 2,5-szer, 1-2,5-szer akkora, sokkal több minden tartalmaz. Igen. Itt már fegyverzes rendszereket is találunk rajta. Illetve, ha jól látom, két gépre való. 1999, amikor ezt kiadták. 24 éves maga a makett készlet, ez akkor... Ennek 2022. 23 év eltéréssel finomítottak rajta. Egyik 1790, másik 3590. Egyértelműen nem tudjuk, hogy mi ez az Ace Corporation. Van egy ilyen kis plusz jelölés, erre még nem sikerült rájönni. Lehet, hogy mi tudatlanok vagyunk, esetleg ha valaki tudja, írja meg a kommentbe. Szintú, hogy ezek is akciós áron lesznek kaphatóak óváron. Gyertek, szombaton ott találkozunk. Annyi még, hogy üzennék Kolbennek. Szia András! Várunk téged is egy új adás leforgatására. Rég voltál. Gyere, gyere, gyere! Már nem hiszik el, hogy élsz. Több mint fél éve nem volt a replikában. Több mint fél éve. Képzeljék el, kezdett mindig. Fél éve nem láttuk András. Szóval, András, kibújni az oludból, gyere! Na hát akkor már ennyi, remélhetőleg ennyi.